Kezében óriás rostával áll az idő és rostál egyre. Világokat szed és rostál ki, vidáman és nem keseregve. S búsul csak az, akit kihullat. S aki kihull, megérdemelte. Az ocsút az idő nem szánja. Aszott nemzetek, hűlt világok, tört életek mi az más vágya, halálra valók, s nem kár értük. Tipikusan olyan ember vagyok, aki vizet prédikál, de közben bort iszik. A türelem fontosságáról szerettem volna beszélni, hiszen ez az alapköve az emberi kapcsolatoknak, a jó házasságnak, és ez az a tulajdonság, ami talán a leginkább hiányzik a ma emberéből. A türelemről, pedig én magam az időt tartom a legnagyobb ellenségemnek. Visítva futnék, menekülnék előle valahová. De az idő elől lehetetlen a szökés. Ő a vigyorgó, csontarcú kaszás. És ha nem is a lelkemért jön el holnap, eljön valami másért. Talán csak ezért a monológért. De nem fogja érdekelni őt, készen van-e, késznek érzem-e. Valóban azt üzenném vele, amit végül üzenek. Türelemről prédikálni az ő árnyékában. Demagógia. Mit tennél, ha pontosan tudnád, mennyi időd van hátra? A birodalmi polgári szalonok konyhafilozófusainak gyakori szórakozása, hogy megpróbálják magukat beleélni abba, milyen lehet Enkinek lenni. Az időutazás, mert az Enki képesek, azzal a ténnyel jár kézenfogva, hogy valamelyik fajtása tanúságot tud tenni halálodról. Ha pedig ott van, és tud az időben és térben közlekedni, be is tud számolni neked róla, még annak bekövetkezte előtt. Ha nem is közvetlenül neked, de valakinek, ez az elkövetkező napok könyve. Ha tehát egy Enki tudni szeretné, mennyi ideje van hátra, hogy elrendezze dolgait, csak fellapozza a könyvet. Belegondolni is hátborzongató e nép barbár pogány szokásaiban.